Igen. Ilyet akartam volna olyat csinálni, hogy majd lesz is, és megint belerúgt az asztalba, azzal kezdtél. Mindjárt lerúgom. Én szeretnék egy olyat, asztalt magunk elé rakni. Szerintem VR-légrá is pont azért van az asztal, mert szerintem... Ahogy néztem, úgy szépen dobolnak már ők, és mondjuk a Pistőről tudtam, hogy azért ő testesebb, de most már így a jelölt is városom, hogy azért én dagadt vagyok, úgyhogy most már én is ledagaszthatok más. Nem? Ja, hogy egyik dagadt képet, hogy dagadtok a másikat, vagy a is sípolja. Nem fogok mi sípolni. Az lényeg, most már van minden, éppenséggel fel tudtam rakni az OBS-t, hogy meg tudjuk csinálni ezt a videót, így külön, mert... Ezt a régi Móri csevegőt. Igen, a régi Móri csevegőt. Ez egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy elkúrtuk, de túl sokat vállaltunk az újításokkal. Nem, én csak szerettem volna egy ilyen fucking... Persze, azért régen voltam, már csak ilyen sétáló dinoszauruszok keltek volna, még egy ilyen öreg. Ilyen, nem, hogy akartam volna egy ilyen... Nem, jó lett volna az amúgy csak nagyobb szöld háttérke. De majd lesz. Hogy kitaláltam egy olyat, hogy mivel közvetlenebbek legyünk, lesz ide is beszélgetés, meg lesz Twitch-en is külön. Marad a YouTube-os csevegő, akkor majd kitalálunk valami más nevet a Twitch-es csevegőnek, amikor... De amúgy, igen. Ennyit a bevezetésről. Ide is beszélgetünk, itt is beszélgetünk, ott is fogunk beszélgetni, emitt is fogunk beszélgetni, sőt, még elindítunk egy harmadik csatornát, ott is fogunk beszélgetni, mindenhol beszélgetünk. Igen? Na, tegytek. Lesz, ha? Ja. Nem lesz külön, szerintem. De! Persze. Igen? Külön, persze. Ne szennyezd már ilyen szarokkal azt a csatornát. Jó. Nem, de... azt erről nem pofáztunk amúgy, tehát majd lesztek, úgy is lesztek. Max ránk rúgja az ajtót, lesztek. Majd csinálunk tekket is. De ne olyan izére gondoljatok bele, hogy most 600 ezer forintos laptopokat most így fogunk mutogatni. Ne, azért kezdjük el, hogy majd olyanokkal bombázzanak minket. Nem, tényleg szépen. Annyira nem, hogy megjön az első, és utána is soha többet nem adnánk ki vissza, meg így eltűnnénk, meg ilyenek. Nem, az lenne az első, hogy hol kell ezt kimondani, hogy kiesne a kezedből. Hát magamat ismerve így van. Hát most kipróbáltuk, hogy milyen a törés tesztje. Így van. De nem biztos, hogy így az Asus igényben. Megyetek Asus, mert jó törik. Szóval beszélgetni fogunk, ezt is fogjuk csinálni, azt is fogjuk csinálni, időnk így sincsen, akkor mégse úgyse lesz nagyobb jobban. Illetve most Ádám lesz a műsorvezető, mert az én telefonom az ott van, nekem van itt van. Telefonom is, hogy majd odaadom. Nem olvasom. Így olvasabb, azok beszélni nem bírok. Ott a szemüvegen. Az semmi között. Legyen műsorvezető. De nem vagy élőbe, szóval nyugodtan bakiszhatsz. Nem már. Baj. Akkor a telefon. Akkor itt van nála. Hát még most úgy sem, de még most pofázzál. Téma. Az a Twitch-ról. Jaj, vagy azt is elküldted a témát is? Persze. Mindent elküldtem, bazd meg. Ez modern világ vagyunk. Várj, beírtam TXT-be, notepadon. Az van, hogy VV Aurelio elsírta magát a bíróság. Nem sütti a kezedet, csak hatos. De amúgy tetszik, szeretem így simogatni. De ugye nem volt ez nagyon sokszor a WC-be használva is. De hogy nem, véletlenül se. Véletlenül együtt, tudod, olyan 18-as karikás oldalak látogatva vele, mert akkor... Új lámpával inkább nem világítom, mert lehet úgy világítani az egész utamakot. Akkor elég inkább gubi kezdtük el volna fel. Na. A fő téma, ami igazából itt a YouTube-ot fog jobban érinteni, az, hogy felkeresett minket az Eneba. Az Eneba. Mi az az Eneba? Az Eneba egy olyan oldal, ahol játékokat tudtok venni pénzért olcsón. Jó hangzik. Korrektul, azért megbeszéltünk. Hivatalosan ők már megkörnyékeztek engem már, vagy minket, környékeztek már kb. Vagy 2-3-szor. Bombáztak, meg ilyen cetliket hagytak a bejárati ajtókon. Meg lóvét. Igen. Legelőször a nő az ilyen gerillába nyomta, hogy nagyon. Legelőször volt így mellett. Nyomott így a melléről képet. Nem, az ilyen gerillába nyomta, hogy amikor elindult ez a Neba, akkor így felkeresett minket akkor is. Csak így nem mertem belépni hozzájuk, mert akkor még nem tudtam, hogy most mennyire vannak úgymond felvértezve, hogy mennyire valós az a háttér, ami mögöttük van. És akkor jött a nő, hogy
bármi like van ingyen, olcsón. És mondtam neki, hogy ne haragudj meg, rendben van, de most engem nem érdekel, mert nekem megvan a játék. Hát de olcsón! És akkor az egy szónak egy száz a vége, 3-4 e-mailen keresztül ő azt bizonyította, hogy bár egy nagyon olcsó a Dying Light. És ezzel nincsen baj, mert tényleg kurva jó árba volt, csak mondom, akkor nem mertem azt mondani, hogy menjünk meg, csináljunk meg, hozzájön meg, faszom meg, de mondom most, hogy most láttam azt, hogy több youtuber is belement ebbe, és enepás reklámok meg vannak így a videókon benne. Most ez megint felkerestek bennünket, és most úgy beszéltük meg ezt a részét, hogy most bevállaljuk, és most megnézzük, hogy mi lesz a dologról. Meg néha lesz majd egy-egy a videók között, de az tényleg csak azt hiszem, havi egyet kell majd így beleszórni. De az volt a feltétel, hogy akkor legyen még egy ilyen. Mind ez, amit kapunk itt belőle, az megy a kontrollpunktba. Hát úgy volt, hogy a villanyszerelő jön, de nem jött. Ha nézi ezt a csatornát, akkor nem mondok semmit. Nem nézi. Na, a lényeg az egészben, hogy megvan beszél a villanyszerelővel, hogy ismételtem, hogy jönni fog, felméri a terepet. Ugyanis ott minden vezetéket ki kell cserélni a falba, illetve újakat is szeretnék berakni, mert onnan is logjon ki egy HDMI kábel, onnan is logjon ki. Konnektor, lesz egy külön fal, ami csak konnektor. Nem akarok kábelt látni, lesz egy fal, ami csak konnektor. Egy ilyen rohadt nagy, ilyen nagy doboz lesz itt. Jó, drága lesz, de szép lesz. Össze, beleesel, és akárhol fogod meg a falat, biztos megbassz a villany, hogy akkora falat szeretnék itt csinálni. De tényleg egy becsukott szemmel, és be tudod dugni bárhova, ezért, nem? Utána, ha megvan a... Úgy képzelem el, hogy így mész így, mint valami, tudod, ilyen prosti, és akkor... Ide is akarok egy konnektort, ide is akarok egy konnektort, én egy lámpát akarok. Hasonló lesz, de mert már látványtár megvan így fejbe. Itt akartam, igen, és hogyha az megtörténik, megvan maga a villanykábelezés, akkor utána festő. Azt ne vagy festni, de mondtam, hogy nem kell festő, azt majd mi kifestünk. Utána bútoros? Hát azt már nem. Minden nem kell a bútor. Minek? Miért lebegni fog szerintem a számítógép? Ne, lesz a földön, mint régen. Mert számítógép asztalt szeretnénk oda felre, normálisan hód kényelmesen, mert amit a ROM Tourban lemaradt, azt nem mutattam meg, hogy van egy aprócska, hát úgymond baki ebbe a bútorba, majd lehet, hogy bevállalkozom majd egy képet így róla, hogy most hogy néz ez a valami ki. Van egy iszonyat nagy perem, és körülbelül úgy ülök a számítógép előtt, mintha chopperen ülnék így. Így tudok jól majd is elgerezni, meg billentyűzni. De legalább nem lesz ebütös. Ugye, mert hol nagy szagod, az nem lesz. Hát jó, de nem tesz hozzá a online játékos karrierem növekedésében ez a póz. Inkább így fogalmazni, nem értem. Balkácsolom majd ezt, azt, amoszt. Lehet meg arról is csinálom majd valamit. Mi akarok, hogy ilyen volt, lesz, jön, és akkor készen van, akkor az megint meg lesz mutogatva, hogy milyen lett végül is. De mondom, hogy sima egyszerű asztalt szeretnék, normálisan, normális magasságba, úgy, hogy beleülsz, és olyan érzésed van, hogy fasza. Olyan asztalt szeretnék. Nem kell mondani, hogy egyszerű falap lesz, lábakkal, csak akkor is úgy belőle. Neked olyan nem lesz igénye, csak az a lényeg, hogy eddig legyen. Tök mindegy, miért csak akkor, hogy ne így üljél rajta, hanem így. Pontosan ennyi az igénye, hogy normálisan üljek, ez egy ilyen normális asztal. Nekem pont ilyen asztalom van. Oké, okay, igen, mit szeretnél még? Mit hozzon még neked a Mikulás? Lesz majd konzolfal. Konzolfal? Az mi? Ja, hogy lesz ilyen fal, és akkor kijól rakta a Xbox, ja, Nem. Hanem? Nem. Jaj, még csúnyán nézem. Persze. Hanem? Nem tudod, nem látsz bele a fejembe. Mi a konzolfal? Hát hál' Istennek, nem látok bele a fejembe. De tudod mit? Vagy meg lesz, szépen fel lesz rakva egy TV a falra, és ott lesznek alatta a konzolok. Konzol, kötőjel konzolok. Ja, akkor sok mindenkinek van konzolfalja. Bocs, hogy én ezt így elneveztem, érted, hogy ez így van így neve. Majd a ROM Tourba egy külön térképet, hogy mi csinálnak lesz a neve, majd úgy ezt megcsináljuk. Ja, mint a Mario-ban, hogy ilyen szaggatott vonalakkal, itt van a kastély, itt van a izé. Majd meg fog neked csinálni. Jó. Amúgy paraszt vagy. Miért? Mert nem köszöntünk be az a Nem szokásunk már egyébként. De nyomjunk egy ilyet, azt majd bevágom. Nem vágjuk, nem kell. Nem csevegő. De mondjam a beszélgő beteg csevegőt. Mondja beteg csevegő betegen. Én korán keltem, akkor idiótaságot álmodtam reggel, hogy felkeltem 5 órakor.
És utána nem aludtam vissza, és most így teljesen össze van törve a szervezetem. Egyszer arra keltem, ez megmaradt itt teljes mértékben, hogy rám nézik egy csávó, így izomba benne az arcomba, és kelljél fel, fele, bazd meg, azt elkezdett csörögni az óra. Ne, bazd. Ne, ez Balázs, ez most volt körülbelül 2 hete. Az ez paraszt, nem? Az szar. Hát nem, hogy csöves vagyok. Még így fenyegetve éreztem magam, azt nekem ki kell jönni az álomból. Tehát, hogy ilyen, hagyja el a helyet most. Ja, értem. Na, téma. Téma, ennyi volt. Ez volt a nagy big téma. Ja, azért mondom, hogy tehát nem tudtam annyira itt témázgatni, se a YouTube-bal, se Évivel, hanem Windows, izé, alvás, kész, ennyi volt a nagy témázgatás. És ez jutott eszembe csak. Csak mondom, mindenféleképpen szerettem volna róla beszélni, hogy nehogy csak egyik másik percre így a másik, hogy eneba azt ott van, hanem tudjátok azt, hogy lesz ilyen, hogy be fogjuk csinálni, és ha minden jól megy, akkor ez elméletileg ez körülbelül 3 hónapig fog tartani. Nem sok. Azért utálom ezt az ágyat, tényleg kilógatlanunkra. Mit gondoltál? Mert nehogy az legyen, hogy fogyunk egy kicsit, de őt is. Ezek a YouTube-osok, ezek is tagadnak, mint a VR, ez is meg volt tagadva, mint a kettő. Mi van hát a terhez vagy? Nem. Nem, de... Azért jó dolgot rajtad a T-Rex. Nem úgy nézem ki a filmben. Itt most befejeztük a témázgatást, ez volt. Most lesz egy pár kérdés, ami kérdés és kijelentés is, mert néha azért megfogja még a negatív is így a izéket is. Ja, hát arra különösen imádok reagálni, úgyhogy losszal. Csapasd! Jó, most itt azért ezt szeretném mondani, nem fogom azt, hogy így lájkoljad, lájkolj, izé, videó, faszom, minden, hanem azt szeretném mondani, hogyha kérdésed van. Ja, jó. Ha kérdésed van, mielőtt elkezdenénk a kérdéseket, nyugodtan írd le kommentbe, just jelen pillanatban, meg is várjuk most így, írd le nyugodtan. Ez a videóhoz. Ja, ide, ne a GT alá. Írjad nyugodtan. Mert általában azért gondolom megkönnyíted az ő dolgát is. Persze. Ő szokta kiszecskázni a kérdéseket. És csak hogy azért ne. És kiderül az arc. Mint tudod. Tudja az arc. Csak így jön, néha rajzol. Igazából ezt is én találtam. Ja, igen, mert most le is van redukálva, jó, most nem bántom, mert apuka. Na, izé, abban meg egy, ha bele sem megyek. Igen, cigú tervezi az arculatot is, nagyon régóta már, elméletileg van meg belőle sok. Vannak egyébként meg dolgok, csak az a baj. Hol? Elkezdem, így belemegyek, ezt így... Leszarom. Az a hülyebben fakszenvedjen bele. Mindegy, az a lényeg. Kérdés, komment, most! Az első kérdés, szia, komcsakom, milyen géped van? Hát ez kurva egyszerű, ide szar. Felrakom neked valahova, ugye felrakom valahova majd a izé linket, volt egy romtúr videó, ott meg lehet nézni, a leírásban meg benne van minden. Elmondtad. Na, és itt van az első fike. Fika. Van fikku? Persze. Ezt annyira bírom, amikor ezt így be tudják így kommentelni. A régi csapat jobb volt. Ja, szinte éreztem, hogy benne lesz. De bele kellett raknom fel. Bele, mert ez fáj, attól függetlenül. Most neki ez a véleménye, leírta. Igazából nem értem, hogy miért írta le, de hát megvan a joga, írja le, hát jó van. Most mit mondjak rá? Igazából nem tudom még most így válaszolni se rá. Hát tudom, hogy szerintem is jobb volt egyébként. És most és akkor mit basszak vele? Nem lesz már régi csapat. Ez ilyen, kész. Jó, de akkor régi csapat jobb volt. Ennyi. Most nem tudok rá mit mondani. Akkor persze. A kontrollt befejeztük, innen estől kezdve megyünk, azt csinálunk egy másik csatornát, kész. Ez jó, ez tetszeni fog, ez neked főleg kedvenc. Mikor lesz Apex Legend? Sok kérdőjel. Hallod? Nem tudom, én annyira béna vagyok a Battle Royale műfajában, viszont nem a mobil Battle Royale Call of Duty-ban iszonyat vagyok. Numero uno vagyok, van kép első lettem. Első meccsem első. Jaj, de jó. Hát az úgy beheteted, mint a szar. Na, hát én izével jártam így a... Mi volt az a... PUBG? Nem PUBG-vel, hanem nem telefonom volt, hanem amikor PS-en ingyenes volt az izé a Overwatch. Én azt hittem, hogy már mekkora izé flow vagyok az meg, hogy én már megöltem, hogy 5-6-ot, aztán utána egyből így átrakott egy érződött, hogy meglepéltem most 5-ös szintű, és akkor utána olyan mértékű változás történt, hogy az ilyen, hogy izé gorillából egy ilyen kis
kisegérré mentem össze, hogy jaj, ez a játék? Ez a valóság. Akkor nem overwatchodunk többet, de akkor ebből... Tudod, elhúzta egy a rózsaszín fágyot, így ez a való világ, fiam. Így, hogy látod, lehetnél ilyen is, de ilyen vagy, te pöcs. Még jó, hogy tényleg kéne még valamit, bazd meg. Te Valherre, amúgy. Ja, hogy az Apex szám majd lesz. Jó, megkaptál a választ. Legyen majd Red Dead Redemption 2. Mindenféleképpen. Ahogy megjelenik PC-re, gyakorlatilag megpróbáljuk olyan szintre felhozni, mint a magát a GTA 5-öt. Már mondtam, de nem hiszik nekem el, nem fogja kilőni a GTA-t. Ha a kettőt összehasonlítjuk, hiába Rockstar Game mind a kettő, hiába egy kurva jó dolog, mert nekem már PS-en azért volt már egy-két videó, meg egy-két videó fel is lett belőle rakva. Itt lesz a link a sarokba. Meg kettőt le is kellett költeni, de mindegy, hosszú. Red Dead Redemption nem annyira pörgős a világa. Ezt úgy tudnám elmondani neked, hogy A-ból B-be még átmész, ugyebár a GTA-ba, hogy most taxival mész, helikopterre, repülővel, faszommal, mindennek ki tudod választani, hogy A-ból B-be iszonyat hamar odaérsz. A Red Dead Redemption-be ott van low, meg láb. Low, meg láb low, meg láb, esetleg kocsi, amit low húz, meg van az a kocsi, amivel tudsz járkálni körben, a busz low, meg van a vonat. És meg Joe-nak, de ennyi, hogy a legnagyobb móka, amikor így mész így lókkal így egymás mellett, így lóztok, érted, és akkor át tudsz ugrani. Lókkal lóztok, nagyon jó, igen. Át tudsz ugrani az egyik lóról a másik lóra. Van ilyen. Van. Ez így poén benne, egy darabig. Hát igen, azért korlátozottam. Én nem tudom, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én rohadtul élveztem, annak idején, mikor PS-en nyomtuk, de teljesen új karakter fog benne generálni. És ami kurvára felkúr, a Red Dead Redemption 2-ben mi kúr fel? De igen, minden kúr fel. Még a gépigény, még azt mondom, még hagyján. Érted? 150 giga. Az kúr fel. Az a kibaszott 150 giga. Érted? Az... De az tényleg, az kurva sok. Az kurva sok, meg hogy mellé még veszem is felfele. Azt meg sem tudom már számolni, hány vinyó, meg merev lemez, meg tárhely, meg faszom tudja, van a gépben. Vagy már lehet, hogy van egy ilyen összeesküvés elmélet. Nem azért, csak hogy már most már azért legyen, vegyék a vinyókat, és az emberek egy kicsit pörgessük fel. Úgyhogy most már eddig, ami 80 gigás játékok voltak, szarjuk, most már jönnek a 120-150 gigás játékok. Ja, de várjál még! Még te nem is tudod. Akkor ne is mondjad. De mondom. Call of Duty bejelentette. Valamit sem hallottam. A 175 gigáját is. Mi? 175? 175! Kurva anyját! A játékvilága legtöbbet telepített, szerintem ami így van, így alapból. Akkor viszont ott tölgy a lustaság egyébként. 175 giga. Én szerintem ott 175. A... Ne kurjában. Azt mondta, na, olvasd el, majd ott lesz majd a gép. Hát akkor az a PSM fogom játszani. Belerakom a gecetére. 175 giga, de azért kodék, azért okosak voltak, hogy nem egyből. Nem egyből lesz 175, majd. Az elején nem vesz 175. Nem válasz meg, ez nagyon sok. Normál össze, csak a kettőt, még ha 150-re kerekíted is 300 giga. Hát másra úgy lesz, hogy ez vinyókat fogom cserélni, bazd meg a gépbe, hogy most akkor rendelezni, akkor beleteszem ezt a vinyókat. Most adtál a játékgyártónak egy ötletet, most már nem játékot, annak, hanem SSD normálatját, tessék, itt van egy SSD, ezért még régen visszatér az ilyen kazettás megoldás, hogy kajakra még jobb is lenne. Itt van egy ilyen SSD, hogy mi a faszom, egy ilyen Red Dead Redemption 2 root, bedugod a gépbos, jó. Mi a nevetek Twitch-en? Control, ja, ide kiírom, itt tessék, itt van. Ez mi a fogja a táblát? Ez itt, tényleg így. Ez a nevünk. Az lenne a kérdésem, hogy lesz-e facecam-es videó? Lesz! Kérdésedre a válasz lesz. Szia Konrád, nincs valami időpont, hogy mikor van élőadás? Nincs. Az a baj, ez az alkalom szövég, tudod. Annyit tudok nektek beígérni, hogy általában este 7-kor szokott. Hétköznap.
körülbelül. Kivéve február 21-én, mert február 21-én egész nap itthon leszek, és leszarom. Leszarom, mi lesz, az se érdekel, ha a munkahelyemen, érted, tudom, hogy 5 millióan lesznek benne, és mindenkinek dellát dobálnak. Ilyen nagy aranyrulok, hogy érdekel, ezt megbácsak, az se érdekelne. Aznap egész nap itt fog kockulni a gép előtt, és verni fogom a Last of Us 2-t. Mennyire hiányzik a régi Contról? Jó, nem lapozok, ezt már megbeszéltük. Megint volt egy ilyen. Cigu be van baszva? Amúgy azt néztem, az tényleg olyan volt baszva, mint hogy beletem a kurva. Nem, olyan, amikor fáradt vagyok, tudod. Ennyi. Josh paraszt vagy orosz? Orosz paraszt. egyik se. Anyának megint most kell fürödnie. Mi van? Műfasz van. Akkor kábel van ezzel, és már itt ezen a izén ülni, ezen a közepén. Ádámnak miért ilyen pici a szeme, és miért ilyen nagy a feje? Hát arról, hogy most miért olyan a fejem, arról kérdez anyám. Genetika? Miért ilyen pici a szemem? Nem tudom, mert szerintem így a szemüveg eleve kicsinyíti, mivel azért a fókuszban ennél mínusz 3-ról beszélünk. Igaz, már görbíti a teret is. Hát, ha így leveszem, akkor meg így nincsen vele baj egyébként. Nem tudom amúgy, hogy szerintem így... Fúj! Mert most, hogyha kinyitnám... Nem már! Még kusztustam az oldalról, az meg tényleg, mint az a néger, amit mutattak a videóban, ami meg kidűlözte a szemét. Ilyen, hát nem tudom. Majdnem annyira kidűlözte, de majdnem kiesett. Nem tudom, ilyen kész. Megnéznék egy képet rólad? Kem baba! Majd megmutatjátok a YouTube díjat? De meg? Megmutatnánk, de... Én eddig azt hittem, hogy ez úgy működik... Elérjük a 200-at, mire meg lesz a 100. Ez eddig azt hittem, hogy úgy működik, hogy így küldik, hogy így... Hát én is ebben a hídben voltam. De úgy tudom, hogy nem, valóta meg kell igényelni ezt a dolgot, és van valami ilyen kód, amit majd be kell így izolni, írni valami, és én azt nem tudom, hogy hol kell. Nem küldik ki, hanem hogyha kell... Akkor szóljál. Kérdezném azért PewDiePie-nek. De ezért PewDiePie-nek kiküldték, hogy neki is meg kell igényelni? Hát elején kiküldték, mert... Nem úgy, a, mit tudom én, a 100 milliós, nem, hogy így... Ja, ez egy 100 milliós. PewDiePie-nek kiküldték, hogy igényelje majd a buzija, hogyha úgy akarja. Ne hagyd meg a PewDiePie az, jó? De ki tudja, lehet pont ez a videó fog minket átlökni a 100 milliós határa. Hát nem is akarnám, annyi legyen, tehát mondom, mert nagyon sok. 100 millió, hülye vagy. Rengeteg. Ki sem merik menni az utcára. Ne. Elsétálnál valahol, azt olyan lenné, mint a kukoricagyárnak. Nézzek végig rajtad. A lényeg az, a YouTube díjat megmutatjuk. Amint lesz. Megjön, amint meg lesz. Amint meg lesz. De szerintem az is kartonból lesz, világból az is. Már így ennyi volt. Igazából a főbb dolgot átbeszéltük. Mindenféleképpen, hogyha van valami kérdésetek, ide, kommentbe írjátok le, és megpróbálunk rá válaszolni. És minél többet írjátok, hogy minél több legyen a következő műsorra, lehetőségre. Így van, azért tudjunk szemezgetni a jó kérdésekből. Tényleg lehet bármilyen egyébként, magánéleti is, a többi. Hány centi? Hát, 70. Akár. Nagyon szépen köszönjük, hogy megnézitek ezt a videót. Én már fáradt vagyok. Folytasd. Nem annyit szerettem volna mondani, ha tetszett a videó, dobjál egy... Jaj, ne. Fú, de utálom azt. Fagyom meg a csengőt. Fú, az a csengő. Csengő, oszd meg, oszd meg mással, csengő. Oszd meg mással, küld el. Húzd bele. Húzd tovább, terjezd az igét. Jó, ennyi. Köszönjük. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Hamarosan találkozunk ismételten. További szép estét, sziasztok. Fasz van! Tényleg! Ott ültem végig azon a izén. Most nem nyúlok inkább oda, nem már.